A külföldi vendégvadászok a legtöbb esetben az úgynevezett érmes trófeákra tartanak igényt, ezekért szívesen fizetnek is. Egy ilyen trófeával rendelkező vad elejtésére 500 ezer forinttól indulva akár 1-1,5 millió forintot is áldozhatnak. A vadászok idén már korán, február elején is láttak letisztult őzbakokat, aminek nem igazán örültek, mert nem azt tapasztalták, amit vártak. Nyilván a falsúly, illetve majd a vége az majd akkor derül ki, amikor szeptember 30-ával bezárul a vadászati idény, hiszen minden évnek úgy indulunk neki jó magyar szokás szerint, hogy rossz lesz ez, nem lesz itt szép eredmény, és aztán végére csak többnyire kialakul. A külföldi vadászokkal sajnos nem mondhatom ezt, hogy ilyen optimistán állnánk hozzá, ugyanis az elmúlt 3 év azért elég hektikus volt. 2019-ben, február végét, vagy március elejétől, április 16-áig közel 300, egészen pontosan 289 külföldi engedélyt váltottak. Nyilván ők többnyire az őzbak vadászat miatt jöttek, illetve ehhez még májusban jöttek közel ugyanennyi, tehát egy olyan 400 fölötti vadászunk érkezett itt április elején, május elején őzbakra. Tavaly, amikor ugye a vírushelyzet ezt nem tette lehetővé, akkor ugyanebben az időszakban március 1 és április 16 között mindössze egyetlen egy külföldi engedélyt adtunk ki. A társaságok alapvetően az őzbak vadásztatásából tartják fenn magukat. Az őzbak ugyan egész évben vadászható, elejtésére a tavasz a legideálisabb, hiszen nyáron, nyár végén már megnőnek a kalászosok, a repce, és sokkal nehezebb cserkelni, sokkal több energiát igényel a vadászat. A pandémia a vadgazdálkodásra felemásan hatott a szakember szerint. Nagyon érdekes, magára a szakmai részre én azt gondolom, hogy nem volt rossz hatása, sőt még megmerem kockáztatni, hogy pozitív hatásai is voltak, majd ezt mindjárt kifejtem részletesebben, viszont a bevételek azok egyértelműen megcsapantak, és egyes társaságok azért elég nehéz helyzetbe kerültek. Szakmai szempontból olyan dolgokra jutott idő, amire egyébként a nagy rohanásban nem szokott, több társaság is úgy használta ki ezt a vendéghiányt őszbak tekintetében, hogy az évek óta húzódó selejtezést, okszerűen megnézett bakoknak az elejtését most meg tudták valósítani. Máskor soha nincs idő rá, hogy egy koros, egyébként kis súlyú bakot májusban 8-10-szer kimenjenek, hogy elejtsék. Most volt rá idő, és én azt gondolom, hogy egy jelentős javítást vittek végbe, aminek majd következő évben lenni kell eredményenek és kamatoznia kell. Vannak különleges, úgymond deformálódott agancsot növesztő bakok is, amelyek bírálat szempontjából nem számítanak nagy értékűnek. Néhány vadász azonban kifejezetten ezeket keresi, mert ilyennel biztosan nem találkozik más. Ebben az időszakban az utakon is érdemes körültekintően haladni a vadveszélyt jelző táblák, illetve nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek mellett.